Itt mostkor folytatjuk adásunkat. Az új év végének és az új év elejének kezdetével egyre kiéleződik az ukrán gázszállítás problémája. Az ukrán fél ugyanis nem fizet az orosz Gazprom által kiszállított földgázért. A társaság vezetője Alexej Miller a minap az Európai Üzleti Kongresszus elnöksége ülésén mondott beszédében kiemelte, hogy a probléma további elmérgesedése komoly negatív következményeket válthat ki. A szeptember-november közötti időszakban szállított földgázért Ukrajna tartozása 2 milliárd 40 millió dollárt tett ki. Közben Ukrajna tranzitország is egyben, területén átáramlik a földgáz az európai fogyasztókhoz. A Gazprom már sok éven, sőt évtizedeken át becsületesen és idejében teljesíti kötelezettségeit az európai partnerek előtt. Ami a tartozást illeti, amikor ilyen nagy összegről van szó, tudni kell, hogy a Gazprom kereskedelmi cég, amely felelősséggel tartozik részvényeseinek és amelyeknek kötelessége befektetni. Egy szóval nem exportálhat árut ingyenesen, amire többször rámutattak már a koncern hivatalos képviselői. Számos európai ország importál orosz földgáz, vannak köztük olyanok is, amelyek most a pénzügyi válság miatt súlyos helyzetbe kerültek, egyebek között Magyarország, Görögország, Bulgária. Azonban a nevezett országok fizetnek az energiahordozókért. Szakértők szerint jelenleg vannak olyan eszközök, amelyekkel emelni lehetne Ukrajna fizetési fegyelmét. Az Energetikai Stratégia Intézetének igazgató helyettese Alexej Gromov ezzel kapcsolatban megjegyezte. A 2006-ban aláírt orosz-ukrán szerződés értelmében az ukrajnai gázszállítás földgáz ukrajnai tranzitját volt, ami lényegesen megkönnyíti a helyzetet az ukrajnai tranzit biztosításával. Mi több, lehetséges az ukrajnai gázszállítási rendszer megkerülése is a Jamal Európa csővezetés megköszönhetően, amelyek Fehér Oroszország és Lengyelország, vagyis olyan országok területén átvezet, amelyekkel Oroszországnak nem merült fel lényegesebb problémája a gázszférában. Az orosz gáz ukrajnai tranzitjával kapcsolatos kockázatok problémája kiküszöbölhető az északi folyam gázvezeték üzembe helyezésével, amelyen majd Oroszországból a Balti-tenger mélyén közvetlenül Németországba áramlik az energiahordozó. Mondható, hogy a kontinens országai egyre nagyobb megértéssel viszonyulnak a vezeték kiépítéséhez. Tehát már most is világos, hogy a jövőben az energiahordozó termelő, fogyasztó és tranzitországok viszonya meg fog változni. Meg lehet módosítani tőzsdei és nem tőzsdei kereskedés ellen. Egyébként ezeket a problémákat meg fogják vitatni az Európai Üzleti Kongresszus következő ülésén 2009. júniusában. Kulturális kitörtént.